Szoszi. Na mi van? A csapatban elsősorban az egyházi festészet irányvonalat képviselem. Többnyire ikonokat szoktam festeni. Hogy miért ikonokat festek? 2000 környékén volt egy olyan lehetőség, hogy Romániából jött egy mester, aki, ahol éppen lakok, most Záhonyban, a helyi görögkatolikus templomot festette. És én bennem volt ez a tanulás vágy, hogy megtanulni a régi mestereknek a technikáit, módszereit. Ekkor szerettem meg valójában az ikonokat. A mester, akit úgy hívtak, hogy Mihály, aki sajnos már azóta elhunyt, elmagyarázta nekem az ikonoknak a világát, hogy miért is ilyen ábrázolásmódot választottak, és igazából megértettem, és a valódi szépségét is akkor kezdtem látni, meglátni az igazi arcát az ikonoknak, és ez nagyon megragadott engem. Innentől kezdve gyakrabban jártam, több templomban is segítkeztem festeni, és gyakorlatilag én azóta festek ikonokat. Ezt én inkább úgy mondanám, hogy inkább nem az egyháza fontos a közösségben, hanem elsősorban Isten. Mivel mi egy helyen nőttünk fel, egy nevelőintézetben, úgy egy kicsit a sorsunk is nagyon hasonlóan alakult. Mindenkiben megvolt már gyermekkora óta, hogy hisz Istenben. Most létrehoztunk egy egyesületet, magát a Filippesszionistát. Valójában összehangoltabban tudunk működni. A festészetből, mint megélhetés, nem ebből élek természetesen, de szerintem nem is ez a fontos igazából, mert aki fest, legalábbis nálam ez így működik, hogy nem azért festek, mert hogy én ebből szeretnék mindenféleképpen pénzt csinálni, vagy nem, számomra nem ez a fontos. Számomra sokkal fontosabb az az élmény, amikor festek, amit nyújt. Amikor én festek, akkor mintha egy külön dimenzió nyílna meg számomra. Tehát kiszakadok a helyi hétköznapi dolgokból, tehát gondokból is, már ami van, és egy teljesen új világ nyílik meg. Tehát ilyenkor nem motivál az, hogy most pénzért fessek, egyszerűen csak festek. És ez nekem nagyon jó.